Június 10-én ünnepélyes keretek között adták át a Petőfi emléktáblát Gyönkön. A projektben lényeges szerepet játszott Marcsa Dávid, helytörténeti kutató is, aki a felavatás előtti műsoron tartott egy részletes összefoglalót arról, hogy Petőfi Sándor anno hogyan is került Gyönkre. Én erről március 15-e körül tartottam előadást Gyönkön és Diósberényben is, erről, hogy Petőfi miért jár Gyönkön, és ott vetettem föl azt, hogy esetleg állíthatnánk ennek egy valódi kézzelfogható emléket. És ott voltak jelen olyan lokálpatrióták, akik beálltak mellém ebben az ügyben. 2022-23-as év az, hogy Petőfi Sándor emlékév a költő 200. születésének évfordulójára, és Petőfi Sándor 1845-ben járt Gyönkön, és ennek még eddig nem állítottak emléket igazán a gyönkiek, és ezért mi ide, ebbe az udvarba, ahol ténylegesen járt Petőfi Sándor, ide helyezünk mi egy emléktáblát, és avatjuk fel. A híres magyar költő összesen pár napot töltött csak el a környéken, Gyönkre pedig egy régi ismerősét jött meglátogatni és elhívni egy halászbárra. Petőfi Sándor egy régi gyermekkori osztálytársával találkozott itt, akit meghívott az úzdi halászbárra, amit Pesti János rendezett az ő tiszteletére. A tábla, annak ellenére, hogy Petőfi evangélikus volt, nem ebből az okból került a paplakra. Petőfi Sándor evangélikus, viszont akkoriban ez a terület még nem evangélikus egyházi terület volt, hanem egy urasági földesúri birtok, ahol ez a leányzó, ez a volt osztálytársa bérben lakott. A táblát részben Süli János országgyűlési képviselő leplezte le, és utána elmondta, miért is fontos az ilyen apróbb látogatásoknak is emléket állítani, hiszen az itt született legendákat is életben kell tartani. Mivel a táblán is idézett gyermekkori barátnémhoz című Petőfi verset, a költő több mint valószínű, hogy az akkor itt élő hölgyről írta. Petőfi is milyen személyiség volt, hogy egy napon belül tudott szerelmes is lenni, és utána pedig megtagadni szerelmet, de ugyanaznap este írni egy szép szerelmes verset, a négyük összekér a Samballagot, tehát úgyhogy ezek azok a csodák, ami miatt érdemes itt a emléktáblával is ennek emléket állítani, és ugye a vers is arról szól, pont az idézett vers, ami egy barátnémhoz írt vers, ami utána szélsőséges ilyen következményekkel, vagy hogy mondjam, tehát a szerelem egyik nap föllobban, de ugyanaz nap el is múlt című megörökített vers. A Petőfi emléktáblát az érdeklődők a falu evangélikus temploma mellett található paplak falán tekinthetik meg, a Petőfi utcában.